Na, hello mindenkinek! Remélhetőleg megy a felvétel. Amit éppen most látunk, ez az Unreal Tournamentnek az egyes változata. Bársony zászlóval. Vicces, ugye? A pályának az a neve egyébként, hogy Face. Ez egy mesterlövészes, kommandózós, egymásra rakétát kilövős játék. Kicsit le van lassítva a játékmenet, hogy lássuk, hogy mi az, ami történik közben. Rövidesen ki fog derülni, hogy mi a helyzet. Az egész játék azért indult el, hogy megmutassuk azt, hogy mik a hangok. A zenét, amit hallottuk, az éppen Marcus Schulznak az egyik nagy sikerű zenéje, a Szentike. Nem ez a neve, hanem Sentinent, csak én hívom Szentikének. Gyönyörű, hatalmas, földszerű képződmény. Középen van egy felirat, és az végig ott fog maradni, az a lassításnak a... hát akkor ki kell belőle szállni. Úgy néz ki a dolog, hogy megkíséreljük bemutatni az összes hangot. Tehát, hogy dupla gyilog, brutális állat a pályán, stb. Mennyi frag kell ahhoz, hogy melyik hang jön be? Kicsit félreértés volt a dologból, mert... Ó, milyen mellét ugrottam. Ahol most vagyok, ez a mesterlövész helye. Már is kaptam egy gyönyörű arconlövést. A jobb felső sarokban látjuk, hogy mennyi életerővel bírok még. És hát ott alul a srácok már. Első vér. Rengeteg időm lesz célozni, mert le van lassítva a játék, tehát a harmadiknál már brutális van. 4-nél halál. Innentől már csak a csirke van. Tehát nincsenek további... Hogy kell ezt mondani? Nincsenek további hangok. A bal oldalt bejön egy menü. De szerintem hagyom a picsába. Ott lehetne elküldeni a csapattársakat, támadni, vagy nem támadni, vagy ilyesmi. Van nekünk egy nagyon frankó ilyen atomrakéta-szerű dolog. Vicces, mert kétszer kell lenyomni a snipert hozzá. De nem baj, majd most megmutatjuk. Szó szerint egy atomrakétát lövünk ki vele, és menet közben a egér mozgatásával be lehet szabályozni, hogy maga a rakéta merre közlekedjen. Ilyen lassítás mellett ez rendkívül nehéz, mert a rakéta impulzusokkal kormányozódik. De hát... De hogy segítünk. Szépen meg fogsz dögleni, mert csak egy szarbot vagy. Szóval az a lényeg, hogy nem minden másodpercben veszi az utasításokat, mert hát kicsit le van lassulva, drágám. Ez a kék emberkét mellettünk, ez barát. Ugye mi a pirosokat kell, hogy szigeteljük, és azok ott mennek éppen. Gyönyörű szép távolságonként. A bal oldalt futó számok, fogalmam sincs, hogy mit jelentenek. A jobb oldalt szaladó emberke mellett a szám az a távolság, amennyi távolságra én vagyok tőle. Úgyhogy valahol itt középen föl fogom robbantani ezt az atomot, és kiderül, hogy mi fog történni. Közben én sebezhető vagyok, amíg én ezt irányítom. Bam! Ilyenkor ugye terjed a... És közben egyfolytában halnak megfelé, ami ugye nagyon helyes és követendő példakép. Teljes magyarítás van a játékon, ezért halljuk azt, hogy brutális állat a pályán. A törpapának a hangja az egyébként, akit nagyon érdekel a dolog, az utána tud nézni, hogy ki is a... Ki is az, aki ezeket a hangokat mondja? Mekkora hüvely? Ha. Hülyeség egyébként, mert nem ekkora, csak ugye rá volt nagyítva. Uralkodó! Ez nem is volt fejes egyébként. Ez hogy lett mellé? De nem baj.
Ilyen sebességgel játszanak valószínűleg a botok is. Ugye oda föl lehetne állni, de esélytelen a dolog. Ugye a játék azért ilyen könnyen beszabályozható, mert Steam-es... Hú, az gyönyörű mellélet. Mert Steam-es, tehát eredeti. A nem eredeti, nem Steam-es Unreal Tournamentek nagyon nehezen szabályozhatók be, és rengeteg hibát okoznak. Azt hiszem 460-as a... A verziószám, ez az, ezt a szót kerestem. 460-as a verziószám annak a játéknak, amit itt most játszunk, csak ez nem a 460-as verziószám, hanem ez még a 430-as, mert ebben kevesebb hiba van. De ez nem volt fejlővés, ez vál volt, vagy hasonló. Várnom kell két lövés között egyébként, tehát nem lehet így össze-vissza lődözni. Azt hittem valaki itt áll mellettem. De ez csak egy botová, szopolová. Ez mellé ment. De a többi majd nem fog. Az a baj, hogy a botoknak nincsen waypoint. Amikor a pályát megcsinálják, akkor a pályához készül a waypoint, és ez azt jelenti, hogy utólag ez nem módosítható, vagy módosítható, csak az meg nem enged el. A hülye picsa. Engedj már, pazeg. Mindegy, akkor leugrunk innen. Alattunk van egyébként a másik szoba, ahova mi ténylegesen menni szeretnénk. Úgyhogy szépen átugrunk, aztán jó van. Hol van az atomrakéta? Mert hogy azt nem tudom. Úgy van megcsinálva egyébként a pálya, hogy szépen jönnek fölfelé, és egyfolytában egy vonalban marad a fejük. Ugye ez nem erre a helyzetre vonatkozik, ahol én vagyok. Na most vette föl a atomrakétát. Szerintem. De nem, nem vette föl. Ez egyszerűen csak jön mögöttem, azt ennyi. A jobb oldalt egyébként látjuk az FPS számot, és ha a Crossfire, tehát a több videokártyás rendszert bekapcsolom, akkor nem lehet ezeket a sebességlassító, illetve ilyen egyéb ilyen tuning dolgokat bekapcsolgatni. Közben felvettem egy medpacket, az vajon mérkék? Na mindegy. Küldjünk izét! Gajaut! Van nekünk gajaunk. Az a lényeg, hogy ez amit most lövök, ez a másodlagos tüzelési mód. És a másodlagos szét lehet lőni az elsődlegessel, és nem kis robbanás keletkezik tőle. Nem vicces dolog, szerintem. Meg hát ilyen szép ez a föld, nem? Itt még tiszta. Nincsenek rajta olyan hatalmas smogok. Még egyszer se szereztük meg az ellenfél zászlóját egyébként, így halkan megjegyezném. Ez mellé ment, öcsém. Rengeteg időm van egyébként célozni, pont ebből az okból kifolyólag. Érdekes, még el se találta a sugár, de ott már becsapódik. Ezért a lassításban lehet látni, hogy hogyan működik a játék. Mert ez railhez hasonló fegyver, csak ugye nem sebezi a nagyot. Tehát először jön a találat, és utána megy a... lelöknek mindjárt. De nem löktek le. Nagy szerencsémre. Bassz meg ilyen mögé. És ezt se talált, vicces, nem? Halál! Halál! Monster kill! Itt a zászló. A jobb oldalon látjuk, hogy a piros zászlón felkiáltójel van. És azért van rajta a felkiáltójel, mert ugye nincsen náluk. Ez a felső tető kijárat egyébként, és ott kéne kimenni, de én lusta disznó vagyok, és inkább... Na, megint jó helyre jöttem, köszönöm szépen.
A másikra akartam menni, ott ahol a... Na, ne fogyatékoskodjál már. Ott ahol a... nagy atomrakéta van. És nincs itt. Na, Emma valami. Hát ez bizony talált. 32 HP-m van, mindjárt meg fog halni. Egy HP, és most halok meg. De a lényeg az, hogy még... Mindig... 39 pont. Nem bírtam elhozni végül is a zászlót, amit nagyon sajnálok, mert így a bot vissza tudta szerezni a zászlót. Nagyjából ennyi egyébként a játék. De szépen hullámzik. De ez mitől volt? Hullámzott a penge. Előveszem megint, hát ha megint hullámzik a penge. Figyeld már. Megnő a penge a gépbe, és így elkezd hullámozni. Tiszta vicces. És oda nő a másik penge, öcsém. De érdekes. És miért játssz le háromszor a kilövés hangot? Ne, ezek valószínűleg azért vannak ezek a hibák, mert le van lassítva az egész játék. Hogy be tudjam mutatni, hogy... Á, basszony, ott van fönt. Asszony szokott neki pedig örülni, nem tudom neked mi bajod az ügye. Na, megszerezte a vörös zászlót is, ott hozza ki. Az mellé. Miért vagyok ilyen rettentő béna és lövök mellé? Ez azért érdekes volt, na? Nem tudok vele lőni. És visszajött a saját golyom. Tiszta jó, mi? De van izém. Ez nem az. Ez a teleport. Bassza meg, leestem. Mindegy. Bemutatónak itt vége, most már nagyjából sejtitek, hogy miért mi jár.